Dr. Reisinger János irodalom történész 170 éve tűnt el, halt meg, Petőfi Sándor címmel tartott előadást az Óbecsei és a Péterrévei Népkönyvtárban. Az irodalom történész szerint Petőfi Sándor nem csupán a magyar irodalom nagy alakja, de a világirodalom egyik legnagyobb költője is. Petőfinek van 860 verse. Kínában 17 Petőfi verset kell tudni egy középiskolásnak. Bulgáriában is nagy Petőfi kultusz van. Mi magyarok nem ismerjük Petőfit. Petőfi 860 verset írt körülbelül. Ezek közül majdnem 400 remek mű. Ilyen nincs a világirodalomban. Amikor szobrokat állítottak nagy költőknek, Dantének, Goethének, Puskinnak, Petőfi is egy volt az öt közül. Milánóban most meg lehet nézni ezt a legnagyobb költőknek a szoborcsarnokát. Az előadáson a közönség megismerhette Petőfi Sándor költészetét, episztoláit, elbeszélő költeményeit, de magát Petőfit, életét és eszméit is. Neki a legfontosabb kategóriája a jellem volt. Azt mondta, hogy ő nem forradalmár, ő megvesztegethetetlen erkölcsű ember. Ezt szerette volna a 6,5 év alatt elterjeszteni, mert ennyi adatot neki a költészet porondján, 26,5 évesen eltűnik a szemünk elől. Az irodalomtörténész előadását holnap 16 órai kezdettel a Népkönyvtár bácsföldvári részlegében is meghallgathatja a közönség. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör felkérésére Rókus Zoltán egy nem hétköznapi Ady Endre versesesten lépett a közönség elé. Felkértek arra, hogy csináljak egy Ady előadást, egy Ady versesestet. Én megpróbáltam mindenféleképp kikerülni ezt a szokásos versmondásos estet, és szerettem volna egy előadásba beleágyazni. Na most ez nehéz volt az alapján megindulni, hogy akkor most hogyan lehetne ezt unglobál beletenni bármibe, és rengeteget kutattam, rájöttem arra, hogy csak úgy tudom megcsinálni, hogyha valamilyen pikáns dolgokat szedek össze, és hála Istennek megtaláltam Krúdi Gyulának az Ady Endre Éjszakái című kisregényét, ami magát a vázat képezi az előadásnak, és akkor ezt még megtoldottam versekkel. Az előadás szövegét maga Rókus Zoltán írta és adaptált a színpadra, de a zenei betéteket is maga szerkesztette, a megzenésített verseket pedig Magyar Réka adta elő. Így kipróbáltam magamat is ismét, mint zenész, ez az egyik legnagyobb nehézség az előadásban részemről, hiszen oda nagyon sok koncentráció megy el, és ezen felül több szereplője van az előadásnak. Ezt is szerettem volna már régen kipróbálni, most sikerült, látom a buktatóit, úgy gondoltam, hogy helytálltam, de ez az előadás eztán kezd majd csak forni. A tervek szerint az előadást hamarosan a vajdasági középiskolákban is bemutatják, a programot a tartományi oktatási titkárság támogatta. Lassan a végéhez közeledik az augusztus 10-től tartó 3 hónapos intenzív felkészülés a Becsey Röplabda Klubban. A következő hétvégén ugyanis kezdetét veszi a röplabda szezon, ahol a kékfehérek ismét a Szever második ligában játszanak. Október 1-ig hetente 4 edzést tartottunk, amíg egyes játékosainknak nem voltak egyetemi kötelezettségeik. Most hetente csak 3 edzést tartunk, amiből egy Újvidéken zajlik, az ottani Dunav Volley csapatával közösen. A felkészülés jó ütemben halad, ami a legfontosabb, hogy senki sem sérült le. Elégedettek vagyunk a jelenlegi formánkkal. Idén nagyon erős a mezőny, mivel tavaly 2 erős csapat esett ki az első ligából, Újpázova és Mitrovica, 2 nagyváros nagy költségvetéssel. Mi elsősorban szeretnénk a ligában maradni, persze ha ettől többet is elérünk, annak csak örülni tudunk, de azt majd még meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ami minket illet, mi felkészülten várjuk a szezont. A korábbi szezonban az óbecseiek 22 ponttal a 6. helyen szerepeltek, annak érdekében, hogy hasonlóan jó eredményeket érjenek el a mostani szezon alatt is, a szakmai stáb új játékosokat is szerzett, az újvidéki Branislav Vojnovics, tavaly első ligás és a futoki Mladen Brkić személyében, akik erősítik majd a csapatot. Az Óbecsei klub színeiben fog játszani Nebojša Milovac és Gyorgye Rákić is, aki sérülései miatt egy szezont kihagyott. Az első mérkőzésre október 27-én kerül sor, amikor az Óbecsei csapat vendégként játszik a nagybecskereki Proleter ellen, a jövő héten pedig hazai pályán az újvidéki Dunav Volley csapata ellen játszanak majd. A Becsey Röplabda Klubnak új női tagja is vannak, akik korábban a bácsföldvári liberónak játszottak.
Pravimo kostur nekih ekipa, kako pred pionirke... Most állítjuk össze a fiatal pionír, a pionír és a kadett csapatokat, hogy egy olyan válogatottal dolgozhassunk, amely jövőre majd a második ligában fog játszani. A második vajdasági liga kezdetétől pedig azon leszünk, hogy a lányokból egy olyan csapatot állítsunk össze, amely az első vajdasági ligában fog játszani. A női röplabda csapatunknak a célja elérni, hogy a lányok az első A-ligában játszanak. Úgy vélem, ezt el is tudjuk érni. Akkor is, ha ez sok munkát igényel majd. De jó irányítás mellett a klub, amely jelenleg 50 lánytagot számlál, úgy hiszem eléri majd a céljait. A Becsei Röplabda Klub a Zdravko Glozsánszki általános iskolában tartja az edzéseket minden hétfőn, kedden és csütörtökön 19 órai kezdettel, ahová szívesen várják azokat a gyermekeket, akik szeretnék kipróbálni ezt a sportot.